Balázs a bürgével. Ez az a bizonyos nevezetű Móra Balázs, aki anno ekkor meg ekkor főbírája volt Szegednek. Ide írhatnám, hogy mikor, de azért föl kellene kelni az ágyból, lehámozni magamról a hidegvizes borogatást, fölvenni az éjszakára való subát, átmenni a másik szobába, kiszedni a könyvszekrénynek a második polcáról az első sor könyvet, akkor rájönni, hogy Szeged története nem is a második polcon van, hanem a harmadikon, azt onnan kiszabadítani, megnézni benne, hogy mitől meddig uralkodott Móra Balázs. Aztán mindezt fordítva végigcsinálni, egészen az ágyba való visszagubódzásig. Hát ezt igazán nem lehet kívánni az ilyen göthös embertől, ki minden locspocs időben influenzára van ítélve, s különben is egészen biztos benne, hogy a könyves szekrénytől az ágyig elfelejtené az évszámokat, és csak úgy találomra írna ide helyettük valamit. Már pedig én csak hiteles dolgokat szeretek írni, mint például azt is, ami itt következik. Hát minek rontanánk meg annak szavahihetőségét évszámokkal? Egyébként ígérem, hogy ha a jóisten sokáig köhögtet, írok én még regényt is Móra Balázsról, akit hajlandó vagyok őszömnek elfogadni. De persze csak attól kezdve, mikor már a főbírói székben ült. Akkor, amikor ez a történet megesett vele, még csak aféle szegény barkácsoló ember volt, amit mindenre lehetett használni, mint a szalonna fölsőt. Ezért igen nagy becsületben állt úgy az igazhitő keresztényeknél, mint a nem kevésbé igazhitő mozlemineknél. Így esett aztán meg, hogy mikor egyszer az alsóvárosi barátoknál rendbe hozta a kerítést, és azért kapott tőlük egy növendék birkát, amelyet is a négy lábán összekötve és a nyakába vetve hurcolna hazafelé, mindjárt a Latrán utca sarkán elejbe állt a bócsalakatos. Nini, ni, azt mondja, ez meg bőrge, igaz-e? Amire Balázs azt mondja, hogy azám bűrge, mert hát, mint komoly és megállapodott ember, csak ugyan nem mondhatta azt, hogy griffmadár. kend? Nem. Akkor kapta kend, vagy lopta kend? Kaptam. No, azt mögéri. Erővel, egészséggel. Hát, hiszen ha ezeket a kérdéseket egyszer teszik föl az embernek, megfelel rájuk szívesen. De a felsővárosi Jerikó utca messze van az alsóvárosi barátoktól, s Balázs még a Palánkig se ért a bürgével. A belsővárost hívták akkor Palánknak, mikor már tizenkettetszer állította meg a kérdés. Bürge az, igaz-e? Vötte kend, lopta kend honnan hozta kend, hova viszi kend, stb. Tizenkét fele barátjának megfelelt Balázs emberséggel, de akkor föltette magában, hogy akárki lesz a tizenharmadik kérdezősködő, ő azzal csúfot tesz, ha addig él is. Abból lett aztán veszte szegény Móra Balázsnak, hogy a tizenharmadik kíváncsi nem volt egyéb, mint maga Mustafa Csökmedzsi, a hóba járt basának a fejvakarója. Nagyon rendes ember különben, tarka hitű pogánynak is, soha e világi életben semmi baja vele Balázsnak nem volt. Most se lett volna, ha a borbély meg nem állítja baráti szóval. Nini, gyaur fele barátom, ugye bizony bürge az, amit a nyakadban cipelsz? Nem a, hanem a Szent Mohamed próféta veszem meg veled együtt. Fohászkodta el magát, móra balázs, és lekapvány nyakából az összekötözött bürgét, megcsóválta azt a feje fölött, és úgy dobta vele fültövön a jámbor megzsit, hogy egyszerre arcra borulva imádta Allahot. Csődülett támadt! A bimbasik is kitátoktak a várból, a borbét megmártották egyszer-kétszer a várárok vízében, amitől egyszerre magához tért, és elkezdett kórjongatni, hogy vigyék a basa elébe, de a hitetlen kutyával együtt, akinek ő mindjárt ki akarja adni a nyargalót. No, azon én is ott akarok lenni, áll elő nyugodtan Móra Balázs. Tudván tudta pedig, hogy a hóba járt basa a valódi független török bíróság. Ennél fogva, ha magyar vádlott, akkor előjáróba rákened 25 botot a talpára, csak azután kérdezi meg, hogy mivel is szolgált erre rá. Így lett volna ez most is, ha Móra Balázsnak olyan becsületes, jámbor képe nem lett volna, és olyan törökösen lelógó hosszú bajusza, hogy a basan nem volt egészen biztos a nációja felől mert a süvege a nagy húzakodásban lemaradt a fejéről, amúgy meg nyáridőben nem igen lehetett különbséget tenni a szegény emberek közt. Mind mezítláb járt az, és magyar textilben. No, melyik a vádló? Én vagyok az kegyelmes basa, hajlongott keresztbe tett karral a borbély és elmondta, miképpen szólította ő meg emberséges szívvel ezt a disznóevő hitetlen gyaurt, és miképp adott az ő neki olyan goromba választ, hogy kiesett mind a két papucsából. Így volt -e, te kutyaházi, fordult a basa Jánbor jámbor magyarhoz. Azt pedig égnek emelte a szemeit, és azt felelte. Egy az Isten, és Mohamed az ő profétája. No, ez derék gyaur, enyhült barátságosra a basa, és kiemelkedvén a kerevet vánkosai közül, a többi igazhívővel együtt, ő is igyekezett a földet érinteni az arcával, már amennyire a tekintéje engedte. Értendő alatta a pocakja. Most már aztán mondd el, fiam, hogy történt a dolog. Egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája, kiáltotta Móra Balázs újfent igen ájtatosan. Hallod-e, ebnek ebb fia, ha még most sem mondasz egyebet, akkor én mindjárt a lábadhoz tétetem a fejedet. Hát hogy volt azzal a bürgével? Egy az Isten, és Mohamed az ő profétája, mondta el Balázs harmadszor is a török hiszek egyet. A basa erre szétrúgta maga körül a vánkosokat, beletapsikolt egyik tenyerével a másikba, s belépett a fülig hasadt szájú szerecsen hóhér. Vidd ezt a kutyát, és nyúzd meg, nekem pedig a kicserzett bőrével számolj be! Úgy ordított, hogy mindenki megkushat bele, csak Móra Balázs állta nyugodtan az egy helyet. Látod, kegyelmes basa, mondta szép csöndesen, milyen égtelen dübe hozott téged az, hogy háromszor egymás után hallottál egy szép szent mondást. Hát akkor engem hogy ne hozott volna ki a béketűrésből, mikor tizenharmadszor kellett azt a kérdést hallanom, amit kérdés nélkül is tudhatott mindenki, aki nem vak, hogy bürgét viszek-e a nyakamban. Akkorát nevetett a hóba járt basa, hogy csak úgy recsegett alatta a bársonykanapé. Hogy hívnak téged, gyaur barátom? Engem? Móra Balázsnak. Nohát, Móra Balázs, távoz békében a bürgéddel, aztán majd, ha levágod, elhozhatod nekem a máját. Te pedig, fiam Mollá, fogd azt az irónádat, és írt föl ennek a kutyazsírral megkenteszű gyaurnak a nevét, mert erre még nekünk szükségünk lehet, ha Allah úgy akarja. Úgy is akarta Allah hanem ezt már mégis inkább regényben mondom el, majd ha jobban ráérek.